Megáldották és átadták a Buconádi Liliumkert katolikus óvodát. 2018-ban került az intézmény egyházi fenntartásba, mint a Hevesi iskola tagóvodája. A két csoportos óvoda ünnepélyes átadására, érseki megáldására 2023. február 5-én került sor. Magyarország kormánya óvodafejlesztési programjának keretében kormányhatározatban foglaltak alapján támogatást nyújtott az Egri Főegyházmegye számára a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja támogatási cél megvalósítása érdekében. Itt vagyunk Boconádon, ahol is egy új óvodát adtunk át dr. Ternyák Csaba egri érsek úrral. Az egyház építette a magyar kormány által biztosított forrásból egy kétcsoportos gyönyörű óvodát, tornateremmel úgy, ahogy kell, mindennel együtt felszerelve. Nagyon nagy szükség volt rá. Boconádon egyre több gyermek születik, hála a kormány családpolitikájának, és egyre szebb körülményeket szeretnénk teremteni a gyermekeinek, hogy jó körülmények között tudjanak felnőni, és a jövő nemzedéke tudjanak lenni. Az elnyert támogatás 490 millió forint, ebből valósult meg az óvoda építése, melynek során két csoportszoba, tornaszoba, nevelői szoba, melegítő konyha, fejlesztő szoba került kialakításra. A teljesen új építésű óvoda minden olyan eszközzel felszerelt, ami a gyermekek mindennapjait otthonossá teszik. Játékokkal, bútorokkal, sporteszközökkel, kültéri játékokkal felszerelve vették birtokba a gyerekek. Az újonnan épült óvoda 42 gyermekkel kezdte meg a működését 2023. januárjában Liliumkert katolikus óvoda néven.